Ladányi Attiláné Marika a vendégünk, és foltvarró technikával ismerkedünk majd meg. Jó estét, szia kedves Marika! Üdvözlöm! Gyönyörű, szép dolgokat hoztál el hozzánk ide a Kölcsei Televízió stúdiójába, de mielőtt így belemegyünk az apró kis részletekbe, egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy egyáltalán hol találkoztál ezzel a technikával, és mikor? A 70-es évek elején a munkahelyemre bejött egy autó. Akkor még az volt a divat, hogy Amerikából, ha hazajöttek, akkor az autót is hozták magukkal. És annak a hátsó ülésén volt egy takaró. És az úr látta, hogy annyira nézem, és mondta, hogy szól a feleségének egy pillanat. A hölgy kiszállt, és akkor elkezdte mondani, hogy ez mi, és hogy Amerikában ez borzasztó divat, és hogy több évtizedre visszatekint ennek a technikája, vagy ennek a munkája. És akkor az annyira megragadott, hogy mindig az járt az eszembe, hogy ha én egyszer majd nyugdíjas leszek, akkor én ezt fogom csinálni. És még a hölgy annyit mondott, hogy az amerikai filmekben nagyon sokat lehet ilyet látni, tehát szobában takarókat, falvédőt, fali képet, párnákat, egyebeket, és mindig bűvöltem, rajzoltam, rakosgattam a papírjaimat, hogy na majd, hogyha eljön a nyugdíjas év. Hát ez hamarabb történt, 1999-ben, mikor befejeztem az aktív munkát, akkor mondtam, hogy na most eljött az én időm, és most már csak ezzel fogok foglalkozni. Addig én gyűjtögettem különböző dolgokat, anyagokat, tehát ami egy varráshoz kell, varrógépet nem, mert valahogy úgy éreztem, hogy ahhoz nem vagyok elég jó, és akkor kezdtem el. Hát a családom és a környezetem nagy örömére, mert azóta mindent kapnak, ami olyan. Ugye gyakorlatilag ez a patchwork technika, ugye így hívják ezt az angol szász kultúrában, tehát úgy kell elképzelni, hogy már sokféle rajzzal, sablonnal, anyagokkal és mindennel rendelkeztél, és akkor elkezdted. Mi volt az első munkád? Az első munkám az egy kocka. Tehát ezt láttam szintén egy amerikai filmben, és akkor gyorsan megpróbáltam lerajzolni, aztán ez hetekbe telt, míg én azt kitaláltam, hogy az körülbelül hogy van összerakva, és hát 10-20 darab elkészülte után nem igazán volt sikeres, mert nem volt pontos. És akkor nem mondom, akkor kezdjük előről, és akkor szépen félretettem, az mai napig megvan, és mondtam, hogy az az intő példa, hogy nem szabad kapkodni, mert ez csak nyugodtan, tehát nagy előkészítés, megtervezni. Ezt mondjuk ajánlod olyan embereknek, akik alapvetően pörgősek vagy feszültek, és mondjuk éppen ettől várják, hogy egy picit le tudnak lassulni? Vagy akkor minden darabjuk félre lesz téve? Igen, annyira megnyugtatja az embert a napi rohanás, a napi teendők, a feszültségek, és mikor bezárkózom a műhelybe, és onnantól kezdve szépen így elvonul minden, és csak ez érdekel. Gondolom, hogy 19 esztendő alatt rengeteg dolgot alkottál, most nagyon sok mindent hoztál hozzánk, és mutatunk is a nézőknek is sok-sok dolgot, de mivel azért ugye most még ősz van, én elsősorban most ezekre az őszi színekre hangolódtam, ugye még én magam, sőt a stúdió is ezekben a színekben pompázik, igen, és gyakorlatilag a természet is, amit itt látunk, hát nem tudom, hogy gyakorlatilag ebből bármi készülhet, akár egy tányér alátét, akár egy párna, de ezeket a nagyon szép őszi színeket láthatjuk, és akkor én megmutatom a nézőknek a hátoldalát is, hogyha operatőr kollégáink rá tudnak közelíteni, akkor bizony ebből látszik, hogy azért ez borzalmas kis pepecs dolog, és minden egyes kis részecskét úgy látom, hogy itt vissza is kell forgatni. Marika, mennyi idő, ameddig ez, mondjuk konkrétan ez a dolog, ami a kezemben van, ez elkészül? Hát ehhez először a sablont, a papírsablont ki kell szabni, aztán ugye az anyagválogatás, ez több napig is tart, míg ezt összerakom, mert akkor mindig félreteszem, másnap megnézem, akkor ez a szín nem jó, akkor változtatok egy másikat, egy harmadikat, és ez a végén összeáll. Utána, hogyha elkezdem varni, akkor egy hét alatt egy olyan blokkot, mert ezt blokknak nevezik, egy ilyen blokkot összevarrok. Gyakorlatilag azt mondtad, hogy a varrógép az neked túlságosan nagy falat volt. Igen. És milyen technikával, milyen eszközzel dolgozol? Csak kézzel. Csak kézzel? Csak kézzel, és mikor
megvan egy kép, vagy megvan egy terv, például az ágytakarókat, azt megmutatom a tűt, van egyfajta tű. Hát ez tényleg valóban elég jó kis meditációs tevékenység, mondjuk egy francia ágy méretű ágytakarót kézzel összevarni, és azt értékelj is, azt gondolom, aki ezt ajándékban igen, megkapja. Igen, ez van úgynevezett tűzőasztal, amire ez rá van helyezve, és akkor ez olyan tűvel dolgozom, amelyiknek a közepe lukas. De figyelj, ez jó szem is kell, mert én körülbelül még a tűt is és a két tudom vége, kivenni a kezedbe. És a két vége hegyes, és akkor hát majdnem mint a varógép, mert alul a jobb kéz, felül a bal, és akkor így dolgozom végig, tehát ki van rajzolva, és akkor ezt úgy tűzöm meg. És egy ragasztó szerkezeted is van, ami szintén egy nagyon furcsa eszköz, és közben én itt már egy ilyen kis, nem is tudom, egy bombonier tartok igen, a kezemben, igen. Vagy bármiféle igen. Dolgot. Közben mutassuk meg ezt a bizonyos eszközt is, Marika. Ez egy csak vasaló. És ez mi célt szolgál? Tehát ezeket a varrás után kell vasalni? Nem. Hanem ott vannak azok a vékony kis pántok, azokat úgy hívják, hogy ferdepánt, és mikor azt már rádolgoztam az anyagra, utána nagy vasalóval azt nem lehet megvasalni. Mert kifényesedik az anyag? Vagy mert elnyomja az anyagot, igen. Értem. És akkor ez egy hőfokszabályzós kis vasaló, és akkor ezzel kell szépen. Ez kifejezetten nektek? Kifejezetten erre van, igen. Igen. Vannak-e nyíregyházán társaid, vagy van-e valamilyen klub, amiben ti együtt tartottok? Van a Nyírbálók Foltvaró Egyesület, 12-en vagyunk, én 15 éve vagyok már a tagja. Te vagy az elnöke is? Nem, esetleg? Nem. Közben mutatom már itt a karácsonyi hangulat, készülünk egy kicsit, ugye, akár, gondolom a te fádon ilyen alkatrészek vannak, ugye, ilyen kis díszecskék. És ebben a kis csoportosulásban gyakorlatilag, gondolom itt minden történik. Receptcserélés, igen. Ötletcserélés. Hát a recept nem, de az ötletek igen, szinte mindig tanulunk valamit, mindig újat, ugye ma már az internet az hozzáférés ahhoz, hogy ezeket a dolgokat jobban megismerjük. Rengeteg mindenünk van, és akkor két hetenként, mikor összejövünk, akkor ezekből mazsolázgatunk egy kicsit, hogy milyen, mert mindenki otthon var, de viszont egy új technikát, egy új munkát, azt ott közösen szoktuk összerakni, és onnantól kezdve már mindenki saját maga tud dolgozni. Már csak egy kérdés, az időnk pedig el is fogyott. Mire vagy a legbüszkébb a rengeteg munkáid közül? A legbüszkébb, ami a jövő héten pénteken lesz a kiállításon, ez egy magyar rekord, ami 4 évig készült. 3600 órát dolgoztam vele, 1.300.000 öltés, és 50.358 darab harcszögből van összerakva. Hát ezt már kimondani, és sok hol láthatjuk ezt a fantasztikus igen, kiállítást? Ezt a Váci Mihály Művelődési Központban lesz, 30-án délután 4 órakor lesz a megnyitó, és ott fogom megkapni a rekorddiplomát ezért. Hát szívből gratulálunk ezért a fantasztikus munkáért, és a kiállításhoz is sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen.